Tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket, már csak pár óra választ el bennünket, és elbúcsúztatjuk az új évet, és megkezdjük a 2013-as új évet. Ilyenkor az ember megáll egy kicsit, elgondolkodik az elmúlt egy éven, fogadkozik, hogy a hibáiból tanul, megpróbálja majd a következő évet sokkal jobban megszervezni. Így voltunk mi itt a városban is. Az elmúlt egy évben nagyon sok munka volt, nagyon sok átszervezés volt, sok sikerünk volt, hiszen nyertes pályázataink vannak, de szeretném önöknek megköszönni, kedves sümegi polgároknak, a sok segítséget, a sok szeretetet, amelyel hozzánk fordultak és segítették a munkánkat. Nem egyszerű ma az önkormányzatoknak a helyzete, ezt mindenki látja, de azzal a lelkesedéssel, azzal a szeretettel, amelyet a polgároktól kaptunk, sokkal egyszerűbb végezni a munkánkat, mint hogyha egy megosztott társadalomban kellene ugyanezt a munkát végezni. Amikor így elgondolkodunk, hogy milyen lesz a következő év, hát annyit tudok mondani, hogy nem lesz egyszerű, de én bízom benne, hogy az eredmények továbbra is megvalósulnak, hiszen az elmúlt 10 év legnagyobb beruházását fogjuk 2013-ban megkezdeni, ez pedig a szennyvíz beruházás, 1 milliárd 700 milliós összegbe fogjuk ezt elindítani, és ezen kívül még lesz a felszíni vizeknek a beruházása, több mint 100 millió forintos beruházása. Kedves tévénézőket, nem akarom itt untatni az önkormányzat munkájával, hiszen ilyenkor már mindenki arra készül, hogy egy jó szilveszteri buliba búcsúztatja majd el az óévet, és tervezgeti majd ebben az éjszakában az új évet is. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ma éjjel felhőtlen vidámság legyen, pukkanjanak a pezsgők, azért csak óvatosan fogyasszuk a hideg pezsgőt, nehogy megfájduljon a torkunk. A következő évben én abban bízom, hogy sokkal eredményesebb és gazdagabb évet fogunk majd megélni, és ma éjszaka, amikor majd kocintsunk a városunknak a sikerére, kocintsunk egymás sikerére, és ne felejtsük el Magyarország sikerére is kocintani. Boldog új évet kívánok mindenkinek!